Amikor a hazai női kézilabda utánpótlás sikereinek okát kutatjuk, elsőre nyilván mindenkinek a Balatonboglári NEKA, a Győri Audi Eto KC, az FTC vagy a Debreceni VSC ugrik be, hiszen ezek a klubok adják a játékosok nagy részét a nemzeti csapatba. Ugyanakkor a junior válogatott két bravúros érmében vastagon benne van a Tápió Szelei műhe is. Elvégre onnan indult a sportág egyetlen magyar junior világ és Európa bajnoka, Kácsor Gréta. A 6500 fős városban igazi példaképnek számít a ma már a Vác együttesét erősítő 19 éves balátlövő, akit a nyári junior Európa bajnokságon az All-Star csapatba is beválasztottak. Így nem csoda, hogy a kis szelei kézilabda csarnokban, vagy inkább iskolai tornateremben az összes kislánynak Kácsor a példaképe. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy látjátok ezeket a körülményeket, hogy belegondolva azért ez egy tök jó, vagy igazából egy fantasztikus dolog, hogy ebből a csarnokból és az itteni edzőknek a munkájával sikerült elérni egy olyan eredményt, hogy Kácsor Gréta, ugye ő az egyedüli Magyarországon, aki Európa-bajnok és világbajnok lett a saját korosztályába. Sziráki Boglárka jelenleg NB1B-s profi szerződéssel bír az MTK csapatánál, de ugyanúgy büszkék vagyunk Rubin Tevenire, aki első győri középiskolás világbajnokságot nyert, ő most másodosztályban NB1B-s csapatban van, de nagyon sok gyerekünk van a Váci Kézilabda Akadémián, vannak Pesten, Szent Istvánban, sőt van a NEKA-nál is játékosunk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ez szerintem egy óriási büszkeség egy ilyen kis városnak, hogy tényleg Tápió Szeléről indulva el lehet jutni korosztályos világbajnok és Európa-bajnoki aranyéremig. Ez mindenkinek egy követendő példa, kell, hogy legyen, én azt gondolom, itt a helyi gyermekek és a környékbeli gyermekek számára. Tápió Szelén láthatóan Kácsor után sem állt meg az élet, hiszen az edzők és a játékosok szűnni nem akaró lelkesedéssel dolgoznak az újabb sikerekért. Nagyon büszkék vagyunk, ugye 6500 fős település városkának, Tápió Szelének vagyunk a kézilabda csapata és szakosztálya, egy 20-25 éves múltra tekintetünk vissza. A csapat fejlődése igazából egy 12-13 éve lett erősebb, akkor egy családi támogatással, egy komoly szponzorral erősödtünk, és igazából a mai napig is az ő támogatásukból létezik a csapatunk. Jelenleg 120-130 fő az utánpótlás csapatunk átlag száma, ugye ez mindig változik. Volt olyan időszak, amikor az óvodás kortól kezdtük, most újra vissza fogjuk vezetni, de kimondottan elsős 6-7 éves kortól már kezdjük a kézilabdát, egészen felnőttig NB2-es szintig, amire nagyon büszkék vagyunk, mert múlt évben a magyar egész NB-s bajnokságban mi voltunk a legfiatalabb csapat, 17 év volt az átlag életkorunk NB2-es bajnokságban. Én nagyon örülök itt, hogy ennyire fellendült mostanában a kézilabda, óriási kereslet van rá, környékbeli falukból, városokból is jelentkeznek folyamatosan, tényleg kezdve Újszászól, Tápió Györgye, Jász Alsó Szent György, nagyon sok a megkeresés, hogy szeretnének jönni hozzánk kézilabdázni. U8-as korosztálytól egészen a felnőttig minden korosztályban szerepel az Enusa csapata, és jó eredményekkel tudunk kiállni minden egyes héten. Kézilabdázni vágyó kislányból pedig nincs hiány. A fiatalok egytől egyig nagy kedvel látogatják nap mint nap a Tápió Szelei klub edzéseit. Jó a közösség, ügyesek vagyunk meccseken is, jól teljesítünk, jó. Szeretek itt játszani, a közösség is nagyon jó, meg úgy tényleg összetartóak vagyunk. Most lecserélődött egy kicsit a csapat, de megint nagyon jó közösség jött, és tényleg jó itt lenni. Nagyon sok barátom van, nagyon kedvesek a lányok, és elég jó ez a csapat. A klub szakvezetésének azonban a meglévő problémákkal is szembe kell néznie. A Pest megyei városban ugyanis nincs a hazai szövetség szabályainak megfelelő kézilabda csarnok. Ez egy nagyon-nagyon régi testnevelés órára alkalmas csarnokunk van, ami egy pár méterrel a magyar kézilabda szabálynak nem felelt meg, és egy éve most már nem játszhatunk bajnoki mérkőzéseket. Borzalmas nagy terhet jelent ez a csapatainknak, gyerekeinknek. Minden mérkőzést igazán játszunk, környező létesítményekben, Tápiószentmártonban, Cegléden, Kókán, Abonyban, ahol éppen termet tudunk bérelni, hogy nagyjából mindenhol idegenben vagyunk sajnos. A célok azonban változatlanok, és az edzők mindent megtesznek azért, hogy újabb junior világbajnokok induljanak el Tápió Szeléről.
NB1B-sek is voltunk, ez volt a csapatnak a legjobb eredménye. Távlati célban mindenképpen a szerepel. Most egy olyan NB2-es gárdánk van, akivel szeretnénk mindenképpen középmezőnyben maradni, és távlati cél itt az infrastruktúránknak a fejlődésével, hogy szeretnénk egy jó erős NB1B-s csapatot építeni. De amire büszkék vagyunk, hogy országos szinten már megmutattuk magunkat, több helyre elmegyünk országos döntőkbe, azért most már tudják, hogy az NU-se az Tápius elejéhez tartozik.